Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Milyen jövő vár rátok, ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Ez a három kép ott bal oldalon azt jelenti, hogy mi foglalkoztatja őt, mi van most az ő környezetében. És ez leírja az ő jelenlegi helyzetét. Ott az a korbács, az nagyon fáj. Vagy ő saját magát korbácsolja, mert bűnbánata van, vagy lelkiismeret furdalása. Valami fáj neki, és vannak félelmei, mert erre utalhat a felhő is. De szerencsére ott vannak az egerek, mert a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, azok mindent felfalnak, tehát ezek a gondolatok, ezek az érzelmek elmúlnak. Amit még ez a korbács jelenthet, hogy mások bántják őt. És ott van a söprő is, neki ezt ki kellene söpörni, és akkor elmúlik ez a felhő, ez a borús idő. Az egerek segítenek ebben is. A felhő jelenthet fél évet, utalhat a múltra, hogy ez az esemény visszatért az életébe, vagy egy bizonyos személy, aki vitatkozik vele, vagy megsérti őt. Persze ez a fél év utalhat a jövőre is, hogy legyen óvatos, vigyázzon arra, hogy kivel tart kapcsolatot, mert fél éven belül lehetnek itt gondok, hogy oldja meg ezt a problémát, mi van a környezetében, azt mutatni fogja a következő kártya. Ezen a kártyán jól látható, hogy itt vannak viták és veszekedések. Ezt nem ő váltja ki, hanem ez a külső hatás. Vagy valaki támadja őt, vagy provokálja őt, és szeretné, ha itt lennének ezek a viták. Itt vannak kihívások. És most megtekintjük a következő kártyákat. Ez a három kártya itt jobb oldalon utal a te jelenlegi helyzetedre, hogy mire kellene odafigyelni. Azt is jelentheti, hogy mi történik nálad a közeljövőben. Ez a nappali szoba az utal a te otthonodra. Ha magán vállalkozásod van, akkor azt is jelenti, hiszen itt kiépítesz valamit. Alatta ott van a pénz. Pénz jön a házhoz, vagy lesz egy nagy nyeremény. De itt van ez a hamis nő. Az lehet egy barátnő, egy kolléganő, vagy valaki a szomszédból, a családból, de vigyázz és légy óvatos, mert ez a nő nagyon ravasz. Vagy irigy rád, mert a magánvállalkozás útján vannak itt nyeremények. Ez a kártya kombináció azt is jelentheti, hogy te megszépítesz valamit a lakásban, és ez pénzbe kerül. Ez a nő odafigyel rá, rögtön észreveszi a kiadásokat, és tudja, hogy volt pénzed erre, és nagyon-nagyon irigy. De lehet az is, hogy még gonosz is. Ez a pénz az asztalon nem csak az anyagiakra utal, hanem a belső értékekre is. Ez a ravasz nő tudja, hogy megvan a tehetséged arra is, hogy kialakíts valamit, egy kreatív munkát, például a spirituális területen. De nem mondja meg, hogy te értékes vagy, nem néz fel rád, hanem megpróbál kritizálni téged. És mi a megoldás? Arra utal a következő kártya. A megoldást ez a hölgy mutatja ezen a képen. Fordulj el ettől a kapcsolattól. Lehet, hogy ez a ravasz nő
meg akar téged látogatni, hiszen itt megjelenik ez a nappali szoba, de te tudsz nemet mondani. Ami fontos, fordulj el ettől a helyzettől, vagy ettől a személytől, mert lehet, hogy olyan kedvesen közeledik hozzád, de nagyon-nagyon kíváncsi, és ha látja, hogy nálad sikerek vannak, vagy van egy nyeremény, vagy egy szép párkapcsolat, akkor megpróbál úgy a háttérből mesterkedni, és ezt nálad tönkretenni. Légy óvatos, de ne foglalkozz vele, mert ez a kártya kombináció jelentheti azt is, hogy megpróbál téged megsérteni, hogy te légy bizonytalan, és ez ahhoz is vezethet, hogy támad később téged, és ugyanolyan helyzetbe kerülsz, mint a te lelki társad, ahol viták, veszekedések vannak. Ezt el lehet kerülni. Ez a nő legyen levegő számodra. Nézz át rajta. És most megtekintjük a következő kártyát, ami azt jelenti, mi a kapcsolat közted és a lelki társad között. Ez a pillangó jelenti azt, hogy meg lesz köztetek a könnyűség, ez az életöröm, ez a szépség, egy új kezdet. A következő kártya azt jelenti, hogy mi az alap, mire tudtok építeni, és ezt most megtekintjük. Ez a kártya itt alul középen azt jelenti, legyetek okosak, figyeljétek az eseményeket, legyetek óvatosak, ne siessétek el a dolgokat. És most megtekintjük a következő kártyákon azt, hogy milyen változások lesznek nála a közeljövőben. Ennek a kártyakombinációnak itt alul bal oldalon több jelentése is van. Nála pénz jön a házhoz, és egy hölgy figyeli őt. Lehet, hogy pénzt akar tőle. Amit még jelenthet, hogy ő pénzt ad ki, az otthonára megszépít valamit. Előfordulhat az is, hogy segít téged anyagilag. Amit még ez a kártyakombináció jelenthet, egy közös jövő, egy közös otthon, és ő gondoskodik arról, hogy te anyagi biztonságban élj, és ezeket elvárhatod tőle. És most megtekintjük a jobb oldalon lévő kártyákat, ami utal a te jövődre. Itt a gyermekek utalhatnak természetesen gyermekekre, vagy egy gyermek születésére, de a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, és utal újdonságokra, egy új kezdetre. A középső kártya jelenti a találkozást, ezt a közeledést és a terveket, és a harmadik kártyán látható a remény. Amit ez a horgony még szimbolizál, a lelki társad úgy érzi, nálad le tud horgonyozni. A horgonynak van még egy jelentése is, utal a munkára, és itt is várható egy szerződés, vagy egy új kezdet. És én nem kezdek, hanem befejezem ezt a videót, kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!